Egy országos programot dolgoz ki az Infrastrukturális Minisztérium a nők nagyméretű járművek vezetésére való képzésére a sofőrhiány miatt, közölte Szerhi Derkács infrastrukturális miniszterhelyettes. helyettes. Elmondása szerint februártól a 30%-ot is elérte a tömegközlekedési járművezetők hiánya a régiókban, jelenleg még nagyobb mértékű lehet a hiány. Az infrastrukturális miniszter helyettes megjegyezte, ez a következő hetek kérdése a jármű művezető hiányáról szóló adatgyűjtés folyamatban van.